csapat egy-egyre végzett egymással, akkor Vájer és Maric szerezte a gólokat. Ez a 9. perc, az első helyzet Bödéjé, zöldmezben tehát a vendég Paksi együttes, amely a 8. helyről várta a mérkőzést, a Pápa pedig 15. volt a fordulót megelőzően. Megint Böde kerül helyzetbe, de ez is kimarad. A 11. percben akár 2 gólos is lehetne a vendégek előnye. Még mindig belül vagyunk az első negyed órán. Böde keresztlabdáját Sipeki kapja. Sipeki lő, Szűcs azonban véd. 16. perc, Sipeki labdát szerez. Barta, szép a csel. A lövés viszont nem jelent gondot Szűcs Lajosnak. A 17. percben érkezik az első hazai lehetőség. Szilágyi cselez befelé, irányt változtat a labda, és így szöglet. Az akció vége. 36. perc, Nagy Sándor bedobása, Farkas megcsúsztatja, Szejé, vezet a Pápa. A szenegáli szlovák Muhamadu Szejé első gólját szerzi a magyar bajnokságban. Merre veszi, és nagyszerű a ballábas lövés. Második félidő, 7. perc. Barta cselezget, Repka ugrik ki, eltolja a kapus mellett, a labda végül az oldalhálóban köt ki. Marad az 1-0-ás pápai vezetés. A második félidő közepén Montvai kerül helyzetbe, Szűcs ezt is fogja. És aztán, ha nem is könnyedén, de felszabadítanak a védők. A 90. percben még egy Tóth Gábor lövés, az eredmény már nem változik. Pápa, Paks 1-0.